Autót vezetni, ostort csattogtatni és botrányosan viselkedni, gyorsan szeretni és még gyorsabban válni. Akár mottójává is válhatna a korszak első magyar celebjének, Fedák Sárinak. Igen, celeb volt, igen, magyar és az első. Íme 10 dolog, amit nem feltétlenül tudtál Fedák Sáriról. ...1879-ben született Beregszászon, ebben az évben pusztítja el Szegedet az árvíz, Edison ekkor mutatja be a szénszálas izzó lámpát. 1899-ben végzett a Rákosi Szidi Színi iskolában, majd Pozsonyba szerződött, de előbb a szüleivel összebalhézott. Nem akarták elengedni, ezért azzal zsarolta őket, hogy hozzámegy egy idős katonatiszthez. Az első néma filmes. Az extravagáns színésznő felvette a Zsazsa nevet, majd 1901-ben japán facipős táncával elbűvölte a mozi közönségét. Sajnos ez a kópia az idők folyamán megsemmisült, de ettől a pillanattól számítják a magyar némafilm kezdetét. A megdöbbentő. Erősen festette magát, méghozzá vörös rúzsal kente ki a száját, ami akkor a feslett nőkre volt jellemző. Szeme alját kékre festette, vagy táncolása közben nem csak a bokáját mutatta meg. Pedig az 1900-as évek elején egy kósza bokavillantás is közfelháborodást váltott ki. A férfiaknál pedig nem izgalmat. Nem. Fedák Sári nem csak a bokáját mutatta meg, hanem a szoknyáját egészen a térdéig felkapta. A primadonna. A legnagyobb opera primadonna volt. Egyetlen egy hibával. Nem volt ugyanis túl jó hangja. Gyenge hamiskás hangját a színpadi megjelenésével kompenzálta. Új szint hozott az opera műfajába. Az addig érzelgős, gyenge nők helyett ő igazi temperamentumos talpra esett hölgyeket alakított. Gondoljatok bele, egy nő, aki vörösre festi az ajkait, vad tért mutogatós táncot lejt, egyszer csak nadrágban jelenik meg a színpadon. Fedák Sári ezt megtette. A Királyi Színház nézői a leesett ágyukat keresték, mikor meglátták a művésznőt János Vitéz szerepében, trikóban, bőgatyában és ostorral. A modern nő. Ha úgy gondolod, hogy ezt egy nő nem képes megcsinálni, csak nézd. Akár ez is lehetett volna Sári elszava. Előadásai teltházasak voltak, minden nő utánozta őt. A ruháit, a sminkjeit. Sztárgázsit fizettek neki, fényűzően élt. Övé volt Budapest első automobiljainak az egyike, amit csak is ő vezethetett. 6 nyelven beszélt, és végig turnézte Európát. Szerelem. Nem hitt a társadalmi elvárásokban. Kapcsolatuk akkor egyik legjelentősebb írójával 1911-ben kezdődött a némafilm forgatásán. Ki is volt ez a híres író? Ki ne emlékezne gyermekkora egyik kötelező olvasmányára a Pár utcai fiúkra? Kitaláljátok, hogy kibe esett bele Fedák Sári? Hát Molnár Ferencbe. A társadalmi elvárásokat a kukába hajította. Nem ment feleségül az íróhoz. Kapcsolatuk vagy házasságnak minősült, ami akkoriban igencsak botrányosnak számított. Remekül kiegészítették egymást. Molnár Ferenc szerepeket írt szerelmének, Sári pedig bevezette az úri körökbe őt. Botrány az oltárnál. Amíg Molnár haditudósítóként dolgozott külföldön, addig a primadonna nem egyszer megcsalta. Molnár jó szándékű barátai természetesen bemártották a színésznőt az írónál, mire Molnár csak ennyit mondott. Mindenkivel lefeküdt, de pénzért csak velem hált. A szerelem 1920-ra teljesen kihűlt. Molnár már a fiatal Darvas Lilivel szűrte össze a levet, de a sértődött primadonna nem semmit cselteszelt ki. Csak akkor engedte el az írót, ha az előbb feleségül veszi őt. Az esküvő után az ifjú pár nem hazasietett, sőt, még a nász éjszaka is elmaradt. Az esküvő az ő saját ünnepi vállásuk volt. A koros vőlegény az ünnepi eseményre csak egy sportzakót viselt, amit megszólt az egyik vendég. Válasza csak ennyi volt. Smokingot csak premierre öltök. Politika. Amilyen jól választotta meg a színpadi szerepeit, olyan rosszul sültek el a politikai szánt próbálgatásai. Előbb az osztrák-magyar monarchia ellen szónokolt, majd a tanácsköztársaság mellett kardoskodott. Egy régi fotó megörökítette, hogy egy vörös katona toborzó teherautó tetején áll Fedák Sári, ahol elmondása szerint csak autogramokat osztogatott, de többen állították, hogy szónokolt is. A tanácsköztársaság bukása után Bécsbe menekült, de az ott élő magyarok felismerték, feljelentették és börtönbe csukták, ahol alig tudta magáról lemosni a kommunista jelzőt. A per. A II. Világháború után
Bécsben egy rádiónál dolgozott, majd egy jó akarója ismét feljelentette. Rögtön jöttek érte a rendőrök, és Magyarországra toloncolták. A vád a következő volt. Nyilvánosan kiállt a II. Világháború mellett, Szálasit éltette, és lenácizták. Többen látni vélték Budapesten, amint vörös kabátban mászkál, forradalmi verseket szaval az utcasarkokon, sőt, magyar menyecskének öltözve gulyást főzött a vörös hadsereg katonáinak. A pert 1946. április 6-án tárgyalták. Teltház volt, épp, mint az előadásain. Voltak, akik pénzt fizettek a jobb helyekért. Fedák minden vádat tagadott. A vád gyenge lábakon állt, ami miatt csak 2 évet kapott, azt is felfüggesztve. Viszont teljes vagyonelkobzás, foglalkozástól való eltiltás, politikai jogok felfüggesztése jutott neki osztályrészül. Halála. Szabadulása után Nyíregyházára költözött a komornájával. Rossz bőrben volt, megviselte a börtönélet. Egy elhagyatott öreg házat kapott a falu szélén. Szegényen éldegélt, de nem békében. Időről időre meglátogatta őt a rendőrség vagy az ávó. Figyelték, hogy kap-e csomagot Amerikából. 1954-ben Dériné színház igazgatója felkérte, hogy játssza el Csíki Gergely nagymama című vígjátékának a főszerepét. Nem élte meg a bemutatót. 1955. május 5-én elhunyt egy gyors betegségben. Vagy abban, hogy visszamondták a szerepét Honti Hanna nyomására. Budapesten érte a halál 76 éves korában. Másfél évre rá kitört a forradalom. Utószó. Kontra, rekontra, szubkontra, Fedák Sári. Mondják a rabló ultiban. Hiszen ez a nő mindent vitt. Köszönöm, hogy megnézted a videómat. Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel. Hetente új rész. Sziasztok!